Először saját készítésű hajójukkal 51 nap alatt átevezték az Atlanti-óceánt, aztán Panda névre keresztelt vitorlásukkal nekivágtak a föld kördehajózásának, amely 15 méteres hullám fejreállította az expedíciót, így a rakoncai házaspár most új vitorlás építésébe fogott, mert a szenvedély már eluralkodott, így ismét megpróbálják. Rakoncai Viktória és Gábor a szélcsendes stúdióban két út között a szárazföldön. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Ez a bizonyos pillanat, amikor megérkezett ez a hullám, és átdobta a hajót az orrán, az pecsételte meg ugye az expedíciónak a sorsát. Akkor, amikor ez bekövetkezett, akkor rögtön lehetett tudni, vagy napokig spekuláltatok még azon, hogy hát ha lehet folytatni? Elég hamar rájöttünk, hogy nagy baj van, és komolyan megsérült a hajó. Szerintem kb. Negyed órával a borulás után már tudtuk, hogy baj van. Egyáltalán az, hogy különösebb sérülés nélkül, bár azért ütések voltak, megúsztátok, az is kisebb fajta csoda volt, nem? Igen, ez hatalmas csoda, mert hallottunk olyan történeteket, hogy mik történtek azokkal, akik felborultak, tehát volt, akinek úgy sérült meg a gerince, hogy utána tolószékbe került, vagy hallottunk két olyan kapitányról is, aki meghalt egy ilyen eset után, úgyhogy mi nagyon szerencsésnek gondoljuk magunkat. De annak idején, ha visszaemlékezzünk arra a pillanatra, hogy hogyan kezdődött, mármint az a döntés, hogy elindulunk tengerre, meg akarjuk csinálni, és még a legelső, tehát amikor ti elhatároztátok, hogy ezzel akartok foglalkozni, hát gondolom azért már akkor benne volt a fejetekben, hogy azért ebben lesznek buktatók. Persze, elég naivság lenne azt gondolni, hogy az ember kimegy az óceánra, aztán és minden olyan lesz, mint egy jó napon a Balatonon, tehát ott vannak időjárási helyzetek, és egészen a szélcsendtől az igen erős viharig sok minden jön. Hát ezekre fel kell készülni, fel kell készíteni a hajót, és aztán minél jobban kell venni ezeket a helyzeteket. Egyébként az a pillanat, amikor ezt eldöntöttétek, az hogyan történt annak idején? Ez még évekkel ezelőtt, talán 8 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, még középiskolában fogalmaztuk meg magunkban azt a vágyat, hogy egyszer majd körbe akarjuk hajózni a Földet egy vitorláshajóval. Aztán az egyetemi évek alatt közbeiktattuk az óceán átevezést, hogy legyen valami ráhangolódás erre a hajós életre, aztán tavaly tudtunk elindulni. Azt már annak idején elhatároztatok, hogy semmi külön-külön együtt. Igen, ez volt a terv. Egyébként vannak példaképek meg tanácsadók, mert azt olvastam, hogy például Fanándorral beszélgettetek sokat, sőt, mi több, a kulcs tanácsa a biztonsági heveder volt, igaz? Igen, az egyik média esztemátek, igen, hát elég jó vagyunk Nándival, és sok mindenről beszélgettünk, és hát mi az ő könyvén nőttünk föl, amikor a Szent Jupát, aztán később a Vendéglóban földet került, tehát mi ezen nőttünk föl, és amikor legelőször is találkoztunk vele, nekünk egy hatalmas nagy élmény volt, vagy hát megerősített minket ezen az úton, hogy láttuk azt, hogy mivé válik az ember, miután túl van egy ilyen utazáson. Mivé válik? Hát sokkal erősebb, céltudatosabb, eltökéltebb. Megerősödik szerintem, és tisztában lesz azzal, hogy mik a céljai, és azokat hogyan tudja elérni. Összeszedettebbé válik az ember. És egyébként mi a legfontosabb, amit egymásról tanul ilyenkor két ember? Speciális helyzetben vagytok, mint házaspár, de akkor is. Szóval két ember az nem egy egyszerű dolog, ugye erről Nándi is sokat beszélt, mert először ő is párosba kezdte. Igen. Nagyon-nagyon nem lehet egyszerű. Igen, hát egyrészt kis helyen vagyunk összezárva, tehát egy pár négyzetméter az élettér összesen, és elég szélsőséges időjárási körülmények között teszteli az ember ilyenkor a kapcsolatot. Hisztis hát embereknek nem ajánljátok? Nem, abszolút nem. Tehát ez egy olyan helyzet, hogy valakinek vagy működik, vagy nem. Tehát nem egy ilyen lelki menedékhely a vitorláshajó. És vagy együtt tudnak működni, vagy abszolút nem tudnak. És szerencsére mi tudunk egymással együtt működni. Nagyon jól kiegészítjük egymást. Tehát ez már az óceán átevezés alatt kiderült, hogy szélsőséges helyzetekben is nagyon tudunk együttműködni. Legfőbb védelmi eszközök, humor, jókedv, csend, játékok, főleg beszélgetés, mi a legfontosabb nektek, nálatok? A beszélgetés, hogy meglegyen a kapcsolat, hogy ne érezzük folyton egyedül magunkat, mert ugye hát azért órákat vagyunk egyedül, amikor a másik alszik, fogjuk a kormányt, kint vagyunk éjszaka, stb. Úgyhogy amikor együtt vagyunk, akkor az legyen nagyon tartalmas, és érezzük nagyon jól magunkat. Ez külön sok energiát kell fektetni maga a kapcsolatra, hogy,
hogy jól tudjunk együttműködni. Tehát amikor én lefekszek este, mondjuk nem tudom, hajnali 2-től hajnali 6-ig, akkor pontosan tudom, hogy Viki hogy viszi a hajót, és minden rendben lesz, és amikor fölkelek, akkor úgy fogja átadni, hogy minden jól működik. De az egyedülit azt nem próbálnátok ki? Én személy szerint nem mennék egyedül. De... Én gondolkodok rajta, de most még együtt hajózunk. Te azért gondolkozz rajta, mert ez egy teljesen más kihívás, hogy azt is ki kéne próbálni? Abszolút más, persze. Most egymásért is felelősek vagyunk, tehát csapatban kell gondolkodni, nem lehet egy személyes hősködést intézni. Viszont megvan a hangulata nyilván az egyedüli hajózásnak is, mert akkor az ember egy személybe felel a hajóért és saját magáért. Bizonyos szempontból sokkal könnyebb szerintem, bizonyos szempontból pedig mérhetetlenül nehezebb, mert a magányt azt le kell küzdeni, és hogyha valamilyen helyzet adódik, akkor csak magára számíthat. Nézzük meg azt, hogy most már ugye az első hajótokat 7 évig terveztétek, most elkezdődik a munka, hogy épüljön egy új hajó, és megpróbáljátok újra ezt a földkörüli utat. Hogy néznek ki ilyenkor a mindennapja? Tehát mit csináltok, hogy biztosítjátok most a szárazföldön az életeteket, azt a kis átmeneti időt, amíg gondolom, hogy visszavágytok a tengerre? Jelenleg élménybe számoló előadásokat tartunk, még az óceán átvezésről, a jelenlegi útról, motivációs tréningeken veszünk részt. Például a jelenlegi helyzetből, amikor az óceán közepén 2000 km-re felborult a hajó, és az ember most túl azon, hogy a hajó megsérült és vitorlázni kell, de azon kívül az ember egy elég lelkileg mély pontot, tehát annál lejjebb szerintem már nehéz süllyedni, és hogyan építi magát vissza az ember itt fönt, hogy tudja folytatni, hogy tovább tudjon menni, hogy ne kimentesse magát a műholdas telefonnal, hanem saját erőből elérje a partot. Ilyen témájú tréningeket fogunk tartani mostanában. És azt már gondolom, el sem tudjátok képzelni, hogy mondjuk egy olyan munkahelyen dolgozni, hogy bemenni reggel 8-kor, és akkor délután 4-kor lehúzni. Nem, a vitorlás élet ez nem erről szól, és itthon sem tudunk ilyen típusú keretek között élni. Amit mi csinálunk, azt folyamatosan kell csinálni, tehát az nem fér bele így 8 órába, tehát az évek óta 24 órában. Igen, tehát reggeltől estig, amíg le nem fekszünk, addig ezzel foglalkozunk. Hol fog épülni? Itthon fog épülni. Hol? Ha minden igaz, Etyeken. Igen. Jó barátaink, igazából Nánditól származik az ismerettség, Fanánditól, és ők fogják, a Flár Kft. Fogja építeni a hajót, illetve hát együtt fogunk dolgozni a terveken, aztán majd ők fogják építeni, de mi ki fogunk menni rendszeresen a műhelybe nézni, hogy hogy alakul. És közben hogyan maradtok vízen? Tehát ugye a Nándi például, ő a Velencei tón nagy vitorlása, és ugye azért beszélgettem vele, azért nem mondta, hogy tehát meg lehet tanulni, és neki is sikerült megtanulni a Velencei tavon. Szóval nektek milyen gyakori a tréningben maradás tenger nélkül? Hát igaziból ketté lehetne bontani ezt a témát. Van egy elméleti tudás és egy vitorlázó gyakorlati tudás, amit meg lehet szerezni a szárazföldön, és a gyakorlatit pedig itt a Velencei tavon is, vagy az Adrián. És viszont az offshore vitorlázásnak, tehát amikor nyílt tengeren van az ember hetekig, teszem azt egy hónapig, és nem lát partot, és mindent ott kell megoldani, az egy más helyzet. Mi is fogunk elég sokat vitorlázni az Adrián és a Balatonon is, de erre, amire mi vállalkozunk, csak kint a nyílt vizen van lehetőség igaziból. Edzeni. Hát szóval itt nem megy a tréningezés ilyen értelemben. Itt kevésbé, mert azokat a dolgokat, ahol már tartunk, arra inkább a nyílt víz kell, igen. Mikorra várható az, hogy el tudtok indulni? Ugye nyilván az időjárási körülmények eleve egy ilyen útnak a megkezdését azt egy éven belül behatárolják, de éveket illetően, hogyha jól megy minden és jól halad az építkezés, akkor mikor szeretnétek? Szeretnénk, hogyha a hajó ez évben el tudna kezdeni épülni, és amint kész van, a jövő szezonban ősszel el tudnánk újraindulni. Az a cél? Jövő szezonban ősszel? Ez a cél, aztán majd meglátjuk, de mi azon leszünk mindenképp, hogy visszajussunk a vízre, igen. Mi lesz akkor a legfontosabb, amit tanulságként a következő útra magatokkal kell vinni, hogy azt nem szabad ugyanúgy csinálni? Nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni az időjárásra, tehát a hajóra fog érkezni az a időjárás jelentések, amit mi ki tudunk elemezni a notebookon. Erősebb, masszív tengerállóbb hajó lesz, gyorsabb hajó lesz, és hát ami a legfontosabb, tudjuk jól, hogyha nagy baj van, akkor is tudunk teljesíteni, tehát most
tényleg volt egy pár óra ott kint, amikor azt gondoltuk, hogy lehet, hogy vége lesz a történetnek, de most itt vagyunk és beszélgetünk, úgyhogy és már a következőt tervezünk. És mit gondoltok, hogy van innen visszaút? Tehát, vagy ez olyan vonzerő számotokra a tenger, meg a nyílt tenger, hogy ez kész, ez eldőlt, hogy már örökké, tehát mindig a különféle típusú hajókba és kihívásokkal. Igen, folyamatosan azon gondolkodunk, hogy akkor következőre mit, hogyan jutunk vissza, majd merre fogunk menni. Állandóan ezek foglalkoztatnak, tehát én szerintem... Na, szóval ennek nincs vége. Ugyanakkor az is igaz, hogy amikor kint van az ember a nyílt vízen, akkor nagyon hiányzik neki a színek, a minden, a más emberrel való beszélgetés, a család, a barátok, és mindent megtesz, hogy minél hamarabb kiérjen a kikötőbe, de igen, de ez néhány hét után, tehát amikor már tényleg nagyon sokat vagyunk a vízen, akkor felmerül, hogy most már azért jó lenne kikötni, most már azért hiányzik egy nagyobb séta, hiányoznak a fák, a zöld szín. Ismét 8 órát vagy 10 órát aludni éjszaka, és nem 3 óránként fölkelni. Igen, tehát azért hatalmas kalandok és kihívások vannak odakint. Tehát számunkra ez ilyen pótolhatatlan felület. Tehát muszáj visszamenni. Uh-huh. Hát azt hiszem, hogy a szabadság miatt, nem? Igen, igen, meg teljesen más. Tehát máshogy lehet odakint gondolkodni, más dolgok törnek felszínre, mint itt a kavargó városban, ahol az embernek nem sok ideje van magára. Uh-huh. Hát akkor sok sikert kívánok a hajóépítéshez, meg a következő úthoz. Köszönjük. És akkor még szeretettel látunk máskor is benneteket. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm.